Magyarországon a balettművészet több mint 200 éves múlttal rendelkezik. Már a 18. században rendszeresen tartottak előadásokat a főúri kastélyok színházaiban. A Magyar Nemzeti Balett arculatát a mai napig négy jelentős tényező határozza meg, a Harangozó Gyula nevével fémjelzett nemzeti hagyományok, a klasszikus orosz iskola hatása, a harangozó utáni magyar koreográfusok munkássága és a kortárs modern európai és amerikai áramlatok megjelenése. A Magyar Nemzeti Balett 110 feletti taglétszámmal, átlagban évi 80 körüli előadással működik. Igaz, most az operaház felújítása nehezíti a működést, de az operát az Operából sorozatban több nagy színpaddal rendelkező magyar városban is megfordul a nemzetközi mércével és magasan jegyzett társulat. Azt gondolom, hogy a balett az örökzöld, tehát egy olyan művészeti ág, ami ugye mindenki számára nagyon érthető, és azt gondolom, hogy egyre több nézőnk van, és a Magyar Nemzeti Balett jelen pillanatban olyan színvonalon táncol, hogy nagyon erősen bevonza mind a vidéki és mind a fővárosi közönséget. Klasszikus és modern, ezt a címet kapta az est, utalva arra, hogy a társulat mindkét irányzatban jelentőset alkotva mutathatja be a világ balettirodalmát. Amikor eljövünk és a vidéki városokban megmutathatjuk a repertoárunk széles skálájából azokat a kis duetteket vagy darabokat, amiket játszunk a mai nap, akkor ugye mindig alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy kisebb a színpad, hogy nincs annyi időnk ugye arra, hogy bepróbáljuk a színpadon. Tehát a körülményekhez bizony nagyon nagy koncentráció és odafigyelés kell. Ma azt gondolom, hogy széles repertoárunkban azokat a darabokat látják, amit egyébként most a világban is, New Yorkban éppen utazunk a jövő héten, és nem csak a budapesti és nem csak a magyar közönség láthatja majd, hanem a világban, tehát Amerikában és New York közönség is megnézheti azokat a darabokat, amiket egyébként ma nagy sikerrel játszunk a saját színházainkban. Olyan színvonala van most a Magyar Nemzeti Balettnek, hogy méltán mondhatjuk azt, hogy nagyon-nagyon gyors úton haladunk arra, hogy a világ legerősebb együttesei közé besoroljanak bennünket. Egyébként idén volt egy ilyen prémium, aki a Magyar Nemzeti Balettet a 9 legjobb együttesébe, a világ 9 együttesébe beválasztotta, amire rendkívül büszkék vagyunk. A Hattyúktava, a Spartacus vagy a Don Quixote a világ számos balettszínpadán napi szinten látható előadások. A klasszikus darabok mellett a modern és a feltörekvő ifjú magyar koreográfusok munkái váltották egymást a produkcióban. Szerintem egy nagyon jó műsort hoztunk magunkkal. Ezek nagy része nagy balettekből kiragadott szép részletek, amik szerintem azonnal megfogják a közönséget. Ezek népszerűek egyébként a balett világában, tehát a legtöbb gálán és a legtöbb balett előadásban megtalálhatóak ezek a részletek. Ez direkt úgy lett összeválogatva, hogy könnyen utaztatható legyen, és hogy a közönségnek minden tagját megszólítsa. Én nem érzem azt, hogy réteg műfaj. Én azt gondolom, hogy egyre nyitottabb és egyre nagyobb közönségszámban jönnek el és nézik meg a darabjainkat, hiszen elmegy a híre annak, hogy az együttesünk egyrészt nagyon nyitott arra, hogy nem csak a klasszikus, hanem a modern jelenleg nagyon aktív, nagyszerű, világhírű koreográfusoknak
a műveit is bemutatjuk, ami hát egy óriási dolog, nem csak nekünk, a balettmestereknek és a táncosoknak, hanem egyáltalán az ország kultúrájának és a balett szerető közönségnek, hogy egy olyan lehetőséget kapnak, hogy nem csak tehát a kornak a darabjait is a nagy klasszikusok mellett megnézheti. Nagyon fontos, hogy a közönség hogyan találkozik először a balettel. Én azt gondolom, hogy az a néző, aki először megy el balettelőadásra, az mindenféleképpen valami olyannal találkozzon, ami könnyen érthető, könnyen emészthető, szórakoztató, akár a teljesen laikusok számára is. És azt gondolom, hogy ha egy jó kezdése van a közönségnek, egy jó első élmény, akkor utána nyitottabb lesz a további balettelőadásokra, illetve lehet, hogy a nehezebben fogyasztható, vagy a nehezebben érthető darabokra is nyitottabb lesz.